Szép estét kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntöm Önöket ma is a Kultúrcsebben. Ez alkalommal Sepsiszentgyörgyről jelentkezünk, egész pontosan az első ízben megszervezett Design Hétről, amelynek mottoja egyébként tradíció és innováció. E téma, illetve e témák köré szerveződtek a különböző kiállítások, rendezvények, előadások, a Kultúrcseb stábja pedig kedden és szerdán látogatott el a rendezvényekre, megnéztük egy picit, hogy konkrétan mit is akart az első kiadású Design Hét. Belekóstoltunk picit a kiállítás megnyitókba, workshopokba és előadásokba, úgyhogy a következő közel fél órában többek közt ezt is megmutatom, de szó lesz arról is, hogy mit jelent a design fogalma maga ma a 21. században. Mindenről pedig nem csak én, hanem az általam megkérdezettek is meséltek. A következő közel fél órában tehát többek közt a szervezőket, az alkotókat és a résztvevőket is láthatják. Azt nevezzük dizájnnak, ami körülvesz minket. Mert egyszerűen bármi, ami körülvesz minket, valamilyen szinten a dizájnhoz közel kell legyen, még ha nem is tudatos, de akkor is tervezésen ment keresztül. Van rossz dizájn, van jó dizájn, de az mind dizájn. Tehát az utolsó ajtókeretig minden a tervezőknek a keze alatt megy át, és a természet is, ő a legnagyobb tervező. A dizájn alatt sokszor azt értjük, hogy valami hogyan van grafikailag megtervezve, milyen egy képet értünk alatt, amit valaki nagyon szépen megcsinált valami grafikai tervezőprogramban. És ugye a design, design mint tervezés valójában egy sokkal szélesebb körű dolog. Ugyanúgy, hogy egy tananyag is meg van tervezve az iskolában, ugyanúgy, hogy minden meg van tervezve, mert mindenen gondolkozott valaki, és így végig gondolta, hogy a legjobb ez majd annak, aki ezt látni fogja. A design az jóval túlmutat a grafikán. Végül is minden, amit látunk, minden, ami körbevesz bennünket, az mindegyfajta design. Persze én inkább akkor azt mondanám, hogy van a mesterséges design, és van a természetes design, mert hogy ne feledjük el egyáltalán a környezetünket, meg a tájat miként formálja a szél, a nap, és akkor ehhez miként illeszkednek a mesterséges, a kreált tárgyaink. Tehát én azt mondanám annak, akinek el kellene magyaráznom, hogy mi a dizájn, hogy nézzen körbe. A dizájn a tárgyak lelkiismerete, de nem csak tárgyaknak lehet lelkiismerete, hiszen ma már rengeteg applikáció van. Úgyhogy ha engem kérdezel, akkor most nagyon elbizonytalanodtam 2015-re, hogy a dizájn igazából mit is jelent. Ezt újra kell gondolni, egyébként folyamatosan azon vagyunk az egyetemen is, hogy a dizájnt definiáljuk. Vagy megpróbáljuk meghatározni, vagy megpróbáljuk a korábbi meghatározásainkat újra gondolni. A design kommunikáció, ugye kommunikál a design, tehát a design a kommunikációval van valamilyen módon nagyon szoros kapcsolatban. Az elmúlt héten nagyon sokszor megkérdezték tőlem, hogy mi a design. Ha belevágna az ember, akkor órákat lehetne beszélni. Igazából 2-3 szóval meg tudjuk fogalmazni, erről beszéltünk Lenkei Balázs tanárról, a Momennek a tanárjával, hogy mi a design, ő is így. A koncepció a dizájn, gondolat, kreativitás, ez a dizájn, és mindig hozzáad értéket valamihez. Kulturális értéket is, és piaci értéket is, nem utolsó sorban. Értéket ad hozzá, kiegészíti, illetve mindig csak valami mellett, valamivel közösen érvényesülhet, tette hozzá a rendezvény főszervezője Damokos Csaba, hiszen nem csak az ő, hanem mások véleménye szerint is a dizájn tulajdonképpen sosem létezhet önmagában. Nagy vonalakban ezen gondolatok margóján születtek meg az első Design Hét különböző programpontjai, rendezvényei is. Ilyen tekintetben pedig egy igencsak gazdag eseménysorról beszélhetünk, egy számos kiállítással, szakmai párbeszéddel és bemutatóval fűszerezett találkozásról. Nekem már régi vágyam volt, hogy csináljunk egy ilyen dizájnról szóló rendezvényt. Én úgy gondoltam az elején, hogy csak valami olyan, hogy több dizájn kiállítás legyen, vagy legyen egy kiállítás, egy beszélgetés. De aztán ez kezdett nőni, és akkor azt mondtam egy évvel ezelőtt, hogy akkor gondoljunk nagyot, és legyen Design Hét. Mert tényleg annyi, amikor úgy körbe szóltam a barátaim között, az ismerősök között, Budapesttől, Kolozsvárig, Szentgyörgytől,
Bukarestokok hirtelen annyi ötlet jött, hogy azt mondtam, hogy egy hetet meg tudunk tölteni, és akkor így lett Csepsiszentgyörgy Design Hét. Annak ellenére viszont, hogy egy hétről beszélünk, az eseményt megelőzte már az az építészeti kiállítás, amelyet október 26-án nyitottak meg a Csepsiszentgyörgyi Lábasházban, és amely a csíkszeredai építészeti oktatás kicsit alternatívabb, kicsit bátrabb formáját mutatja be a nagy érdeműnek. Ez a kiállítás egy nagyon érdekes és előremutató kezdeményezés, és nagyon jól lehet látni, hogy mit tehet néhány lelkes szakember, aki bevállalja az oktatást, a másságot, a úgymond szigorú tantervtől való eltérést, hova vezet ez az út, milyen alkotások jönnek létre, és főleg a diákok utána milyen módon tudnak dobbantani különböző egyetemekre. Nagyon fontos beszélgetés volt ez is, és a kiállítás önmagáért beszélt. És hát az a kiállítás után következett a ProWood klaszterrel közös pályázatnak a kiállítása. Tehát kétfordulós pályázatról van szó, 27 pályamú jött be az első fordulóba. Fából készült használati tárgy, illetve butor volt a téma. Tervezők, kivitelezők között a ProWood faipari klaszter cégei vállalták a kivitelezést. Különböző technológiai okokból, kommunikációs okokból, tehát pont az történik, mint a való világban, és ez nagyon jó. 10 munka lett megvalósítva, és abból került ki a győztes. Ráadásul az említett pályamunkákat és az abból született kiállítást nem csak a Csepsiszentgyörgyi közönség láthatja majd. A Bukaresti Balassi Intézetnek köszönhetően ugyanis a román fővárosba is eljutnak majd ezek az alkotások. Nagyon örültünk annak, hogy Damokos Csabáék kitalálták azt, hogy lesz egy olyan pályázat, ahol kifejezetten fiatal erdélyi dizájnerek újszerű alkotásait pályáztatják meg, és az ezekből kiválogatott munkából csinálnak egy kiállítást. És mi azt vállaltuk, hogy ezt a kiállítást elvisszük Bukarestbe, és itt én azt is mondom, hogy nem csak az fontos, hogy bemutatjuk a bukaresti közönségnek, hanem elhívunk olyan bukaresti dizájnereket, akik gyakorlatilag újra zsűrizhetik ezt a kiállítást, nem újra válogatják, hanem véleményt mondhatnak, illetve egyféle coaching jellegű, vagy támogatást is adhatnak ezeknek a fiatal dizájnereknek, akiket Damokos Csabáék kiválasztanak. Az újszerű kezdeményezésnek tehát már most van egyfajta csúfszóval élve gyakorlati haszna, és nem ez az egyetlen ilyen vonatkozás. No, de kanyarodjunk vissza még egy keveset a megtekinthető kiállításokra, hiszen számtalan érdekes dolgot láthatott még az érdeklődő közönség. Ilyen volt például a hétfőn megnyitott kreatív ipari kiállítás is, amely a Lábasház alaksorában kapott helyet. Kreatív ipari kiállítás egy Multinumber nevű cégnek a kiállítása, amely különböző nagyon izgalmas cégen belül terveznek reklámanyagot különböző cégeknek, és nagyon kreatívan, kortárs technológiát felhasználva, tehát egy olyan cég, amelyikből nagyon sok kellene legyen, mert igazából ez a fontos, hogy kreatív ipari vállalkozások jöjjenek létre. Ez fontos azoknak, hogy a vállalkozásokat létrehozzák, és fontos a dizájnereknek, mert ők tudják ezeknek a hozzáadott értékét biztosítani. Én nagyon örvendek, hogy végre itt Csepsiszentgyörgyön egy ilyen rendezvény megalakult, tulajdonképpen is ennyi év után, ezt mondom, hogy egy kicsit meg vagyunk nagyon késve az új doméniumban. Ez már nagyon régóta kellett. Szóval ennyi jó dolgot egy helyre összehozni, egyáltalán azért, hogy a fiataloknak meglássák, hogy milyen nagy lehetőség van ebben. Nem létezik a mai világban semmi dizájn nélkül, esztétika nélkül. És ezért látom azt, hogy ez egy csodálatos rendezvény. Ugyancsak hétfő este került sor a Made in Partium és az ABC Graphic Design címet viselő tárlatok megnyitójára is. Ezeknek már a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér termei és alaksora adott otthont. A Magmában a Design Héthez kapcsolódóan a Nagyváradi Partium Keresztény Egyetemnek a kiállítása látható. Egy válogatás az ott készült feladatokra benyújtott munkákból, és hát azokból is a jobban sikerülteket mutatják be. Úgy gondolják ők is, meg úgy látom én is, hogy egy szép keresztmetszetét nyújtja a tanszéken folyó tevékenységnek. Párhuzamosan a Partiumi Egyetem kiállításával a Katalina Nisztor és Márton Evelin projektjét nézhetik meg az arra kíváncsiak. Ez egész pontosan egy ABC-s könyv, amely a 80-as éveket idézi,
pontosabban minden betűhöz társít egy 80-as években használt tárgyat, amelyek ma már nincsenek, és hogy miért pont a 80-as évek, a szerzők, az ötletgazdák azt mondták, hogy ők akkor voltak gyerekek, fiatalok, és hát valamilyen szinten ez ugye megmaradt bennük, és ezt szeretnék átadni, vagy megismertetni a mai fiatalokkal, és nem csak. A Nagyváradi Párciumi Egyetem ugyanakkor nem csak a magmában látható kommunista érát idéző kiállítással, plakátokkal, művészkönyvekkel és animációkkal képviseltette magát a Design Héten. Az egyhetes rendezvény alatt ugyanis az egyetem diákjai folyamatosan jelen voltak, szakmai gyakorlatként aktív szerepet vállaltak az esemény lebonyolításában. És mint mondják, egy ilyen lehetőség mindenképp fontos lehet bármelyik tanulónak. Hozzám alapból közel áll az önkéntesség, és emiatt így az értékeim között fontos szerepe van annak, hogy részt vegyek rendezvények szervezésében is, és ne csak résztvevőként. Ugyanakkor első évesként azért tartom fontosnak, mert így már lesz egy kellő tapasztalatom, és ezt tovább vihetem a munkám során akár a jövőben. Nekünk ez egy Proximus-os program. Ugye egy pályázatot megnyerte az egyetem, több céghez mehetünk, mi jöttünk Szent Györgyre, magmába, többek között, és hát a lényeg az, hogy a szakmánkon belül valamit praktikálunk, dolgozunk. Nevében benne van gyakorlat, szakmai gyakorlat, ezért fontos, hogy szakmán belül gyakorlatozunk, ne csak az elméletet nyomják a fejünkben. Érdemes oda tenni a csontot és jól dolgozni. A nagyváradi egyetemisták egyébként ott létünkkor épp a Transylvania Transit című kiállítást készítették elő, amelyet kedd este nyitottak meg az Erdélyi Művészeti Központban. Itt 14 erdélyi dizájner alkotásaival találkozhattunk, köztük például Erős Sándor is, aki fiatal kora ellenére már több éve dolgozik a szakmában, és aki az alkotás mellett már komoly üzleti formában is kapcsolható a design fogalmához. Formatározással meg belsőépítészettel foglalkozom, ide elhoztam egy installációt, ez egy lámpatárv, ami még nincsen kifejlesztve teljesen, kerámiából van a felső része, stancanyagból van a lába és textilkábelből van az áramforrás felvezetve. Ennek az érdekessége az az, hogy ha akarjuk, mint a varrás, be tudjuk fűzni, ha akarjuk, akkor X-be tesszük, ha akarjuk, simán kiakasztjuk belőle a kábelt és meguntuk, teszünk rózsaszín kábelt, piros kábelt, ha akarjuk, több színű kábelt össze tudunk kötni. Ez az okapisztornak az egyik első alapeleme lenne. Az okapisztor az egy design store, amit itt terveztünk pár barátommal, hogy egy ilyen erdélyi designereknek egy ilyen kis közös platformja lesz, amit mi elindítunk pár termékkel, meg mint az arculatot lehet látni, és akkor az a lényege, hogy modern és tradicionális anyagokat is ötvözzünk, tehát jelen esetben a kerámia, ami a tradicionális elemét elképezi ennek a termékvonalnak, az okapint store-nak. Ez igazából nekünk egy ilyen hobbi szinten indult, az alkotás vágy igazából, ami vezette ezt az egészet, és nyilván, hogyha ez egy ilyen félig meddig blogként, meg online shopként működik, akkor ez egy nagyon jó hely a különböző helyi tervezőknek, hogy egymást megismerjék, mert elég sokan vagyunk, de nem tudunk sokat egymásról, hogy ki merre van Székelyföldről, főleg a környékünkről, ki hol tevékenykedik, sokan külföldön dolgoznak. De lehet, hogy majd egy ilyen platform esetleg összehozná legalább itt a Kovászna megyei tervezőket. De ugyancsak az Erdélyi Művészeti Központban lelt otthonra a Budapesti Moholy Nagy Művészeti Egyetem és a Mercedes-Benz közös kiállítása is, amelynek keretében a MOME járműforma tervezői szakának alkotásait nézhettük meg. Itt az autódizájn fortéjait 7 különleges automakett, illetve rajzok, grafikák és látványtervek segítségével mutatták be. A tárlatot az egyetem szakoktatója Lenkei Balázs nyitotta meg, aki többek közt arról is mesélt a Kultúrcseppnek, hogy miként is történik a design, a formatervezés tanítása. Egyfelől ennek az elméleti része, tehát kinek, mit, miért és hogyan tervezünk. És a másik az, hogy az hogy néz ki, hogyan tudjuk bemutatni, készül-e modell, vagy esetleg egy animáció készül erről,
és az, hogy mit, miért és hogyan, ez viszont egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat, és erre készítjük fel a diákokat, hogy egy ötletből, vagy egy feladat kiírásból, vagy egy érkező céges megkeresésből születő feladatot hogyan tudnak kibontani, és hogyan tudnak ebből egy értékes tárgyat készíteni, amit mindenki örömmel használ. A formatervezés oktatása kapcsán ugyanakkor nem csak Lenkei Balázzsal beszélgettünk, hiszen például Erős Sándor dizájner is már évek óta próbálja továbbadni tudását, ráadásul az egészen apró gyerekeknek is. Konkrét bizonyíték erre, hogy a hét elején a Crea Kids, illetve a Csomópont Egyesület szervezésében az ő tanítványai által készített installációkból nyílt meg egy szabadtéri kiállítás Sepsiszentgyörgy épülő főterén. Ez egy csapatkiállítás, ez a szabadtéri installáció. Erről azt kell tudni, hogy 3 éve készült, fából van és teljesen gyerekek által készített. A kosáron kívül még látható pár ilyen kisebb kocka, az is egy ilyen kis installáció. Volt egy olyan témánk a kisebb gyerekeknek, mert a stúdium 4 évtől felfele foglalkozik 18 éves korú gyerekekkel. Volt egy olyan témánk, hogy próbáljunk a kopjafákból például inspirálódva ilyen-olyan székely motivumokat alapul véve egy teljesen új nyelvezetet kialkotni, és mindenki alkosson ezekből inspirálódva új mintákat, amit ők úgy képzelnek el, hogy mondjuk a modern világban szívesen megnéznének. Nagyon fontosnak tartjuk a művészeti nevelést a gyerekeknek már egészen kiskortól. Mennyivel jobb, hogyha nem is lesz mondjuk divattervező, vagy építész, vagy formatervező abból a diákból, akkor is már lehet, hogy mondjuk, ha elvégzi a közgáz sulit, és otthon be akarja rendezni a lakását, már egy kicsit másabb szemmel fogja nézni az egészet. Tehát nem árt, hogyha az embernek van egy ilyen hozzáadott értéke egy ilyen művészeti neveléssel. Szerintünk ez nagyon-nagyon fontos. No és ha már Erős Sándor a dizájn oktatását egyértelműen művészeti szempontból közelíti meg, akkor néhány gondolat erejéig álljunk is meg itt. Akarva akaratlan felmerül ugyanis a kérdés, hogy mettől és mikortól lehet a formatervezés kapcsán nem csak alkotásról, de művészetről is beszélni. Ez azért művészet, tehát nincs amit göntörfalazni. Persze van egy ilyen, hogy azt szokták mondani, hogy aki nem tanult meg eléggé jól deriválni, és nem tud mérnök lenni, nem tanult meg eléggé jól rajzolni, hogy festő legyen, abból lesz a designer. Tehát ez valahogy így van, de a designer az egy ilyen interfész, de hát ez mindenképpen egy alkotóművészet, ez nem is kérdéses. Nem is kérdéses, ez alkotóművészet, csak egy olyan fajta alkotóművészet, alkalmazott művészet, amelyik mindig kapcsolódik valamilyen iparákhoz. Tehát önmagában a design nincsen, önmagában a design az képzőművészet. A dizájn az mindig kell kapcsolódjon valamilyen iparákhoz, vagy mesterséghez. Akkor van értelme, ezért beszélek inkább szakmáról, mert azért vannak mesterségbeli fogások, amit meg kell tanulni, mert ha valamit tervezünk, azt mindig anyagból tervezzük, még hogyha az anyag egy szoftver is, akkor is. Művészek vagyunk, tehát nem véletlen egyre fontosabb a dizájn. Mérnökök munkája elképesztően komplex lett. És azok az eredmények, amelyek mondjuk megszületnek egy mérnöki fejlesztés kapcsán, ehhez a dizájnerek is hozzáadják a maguk ötleteit, vízióit, ergonómiai szempontjait, és ebből egy olyan közös munka lesz, ami nagyon sok esztétikai megfontolást, esztétikai mérleglést igényel. Tehát művészek vagyunk, igen, mert hogy tapintjuk, látjuk, halljuk, szagoljuk, érezzük, magunkba szívjuk annak a tárgynak a világát, amit használunk. A járművek, az autók, mozgószobrok, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy néznek ki. Vannak bizonyos rajzokban, meg bizonyos kísérleti tárgyak vannak, ahol ez látszik. Ezek már inkább a megvalósult, a valósághoz közelebbi, tehát a funkcionális tárgyak. Itt ez az élő formatervezés. Hát mert van egy olyan műfaj is, ahol fiktív a formatervezés, és határán mozog a funkcionális tárgy és a művészet között. És igenis nagyon örülünk, hogy a formatervezők is teret kaphatnak, mert ez is egy művészeti ág,
még ha alkalmazott is. És ha már a dizájn kapcsán esztétikáról és művészetről beszélhetünk, akkor mindenképp érdemes kiemelni ennek talán az ellenkezőjét is. Az egyhetes rendezvény alatt ugyanis a különböző szakmai párbeszédek, előadások és bemutatók mind-mind egyértelműen alátámasztották azt, hogy a dizájn nem csak az alkalmazott művészethez, hanem az iparhoz, a gazdasághoz és az IT-hoz is szorosan kapcsolható. Jó példa erre Laufer László, a Prezi munkatársának előadása is. Most a felhasználói élmény kutatásról, meg a felhasználói élmény tervezésről beszéltem, és arról, hogy a termékfejlesztésben, amikor egy ilyen terméket készítünk, mint mondjuk a Prezi, vagy akármilyen másik terméket, tehát egy appot, vagy egy weboldalt, vagy egy webes szolgáltatást, akkor ott mi a szerepe ennek a területnek, és hogy hogyan kell bevonni a felhasználókat a termékfejlesztésbe, hogyan tudjuk így a központba helyezni ezt a felhasználói élményt, amit így nyújtani akarunk így az embereknek a szolgáltatásunk által. A Prezi egyébként egy olyan prezentációs szoftver, amely számtalan kreatív lehetőséget kínál a felhasználóknak a bemutató elkészítéséhez. Magyarán az már-már dizájnernek érezheti magát a munka folyamat közben, és nem csak itt kapcsolódik szorosan a Prezi a forma tervezéshez. A dizájnnak a mi termékfejlesztésünkben ilyen kiemelt szerepe van, és pont azért van kiemelt szerepe, mert hogy Prezi az egy bonyolult alkalmazás, ez egy nem egyszerű, azért nem egyszerű, mert nagyon más. Ilyet még nem látott soha senki, és ezért nagyon jól kell tudnunk kitalálni, hogy mit mutassunk a felhasználóknak, hogy ők megértsék ezt, és ők tudják ezt használni. Tehát nagyon jól kell megdizájnolnunk a mi felületünket ahhoz, hogy ezt tudják is használni a felhasználók. De ugyancsak ezt és ehhez hasonló kapcsolatokat igazolt, illetve támasztott alá a szerda este megszervezett IT és Design című előadással egybekötött beszélgetés is. Ennek keretében többek közt az IT és a formatervezés találkozásáról, illetve annak jelentőségéről is szó esett. A mai világ, amíg ez a startupok és az innováció világa, az IT design nélkül már nem tud előre haladni. Nem tudunk úgy piacra dobni egy terméket, ami nemzetközi piacnak szól, és nincs mögötte egy nagyon kifejlett, nagyon profi design. Ezért mi azt promováljuk IT-sok, hogy össze kell fogjunk a dizájnerekkel, és közösen kell építsük a jövőt. Hasonlóan szoros már-már testvéri kapcsolat van a konkrét formatervezés, illetve a 3D nyomtatási technológia közt is. Ez pedig a Design Hét alatt egy kétnapos workshop keretében a magyarországi FabLab csoportnak köszönhetően többször is bebizonyosodott. Maga a 3D nyomtatás és a design az utóbbi években szerintem egy nagyon szoros kapcsolatot alakított ki, pont amiatt, mert ezzel a sajátos gyártási technológiával könnyedén és mondhatni gyorsan, illetve nagyon fontos az, hogy gazdaságosan, költséghatékonyan tudjuk szemléltetni azokat a modelleket, amit mi virtuálisan megtervezünk. A 3D nyomtatásnak, azaz az additív gyártás technológiának is több válfaja van, többféle eljárás létezik, amit mindig meg kell válogassunk, hogy adott feladatra melyik a legoptimálisabb választásunk. Jelen esetben a szálfektetéses, azaz az FDMS nyomtató gépeket igyekszünk bemutatni számotokra. Az eljárás lényeg az, hogy van egy hőre lágyuló polimer szálunk, amit a gép megolvaszt, azután ezt az ömledékanyagot használja föl, hogy rétegről rétegre fölépítse a modellünket. Szóval gyakorlatilag olvadt műanyaggal rajzolunk a térben. Amúgy a 3D nyomtatás bemutatója igencsak nagy népszerűségnek örvendett a résztvevők körében, ahogyan egyébként a Design Hét bármelyik másik programpontja is. Ez is igazolja, hogy az ehhez hasonló kezdeményezések nem csak innovatívak, hanem egyértelműen igény és szükség is van rájuk, különösen olyan tekintetben, hogy Sepsiszentgyörgy köztudottan pályázik az Európa Kulturális Fővárosa címre. A design, ugye mondtuk korábban, a művészet. Ha művészet, alkotó művészet, akkor a kultúrához tartozik. Szentgyörgynek ugye épül a kultúrváros imidzse,
Ebbe szerves része van a dizájnnak, úgyis, mint formáló, és úgyis, mint kínálat, mint rész. Tehát a szakmabeliek mellett nagyon fontos az, hogy az utcembere is találkozzon az, hogy mi is ez a dizájn. De úgy gondolom, hogy most egyébként az egyik nagyon fő szempont, hogy miért csináltuk ezt a dizájnhetet, az, hogy nagyon sok fiatal van, aki most ebbe a szakmába próbál érvényesülni, és Erdélybe próbál érvényesülni, különböző szakágaiba a dizájnnak, és ez szerintem el fog oda vezetni, hogyha ebből rendszer tudunk teremteni, össze tudjuk fogni ezt a szakmát, akkor előbb-utóbb tényleg beszélhetünk olyanról, hogy erdélyi dizájn. Nagy vonalakban tehát körülbelül ilyen és ehhez hasonló dolgok történtek a Sepsiszentgyörgyön első ízben megszervezett Design hét alatt. Igaz, ugye mi rövid időre, 2 nap erejéig kóstolhattunk bele a különböző rendezvényekbe, programokba, de ennek ellenére is bátran elmerem mondani, egy fantasztikus kezdeményezésről van szó, és nem csak azért, mert a dizájnt magát egy picit közelebb próbálják hozni a nagy közönséghez, hanem azért is, mert végre az alkotók is egy kevés teret is lehetőséget kapnak arra, hogy megmutatkozhassanak. És ez ma a 21. században, és különösen Erdélyben nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy mi további sok sikert kívánunk, és bízunk abban, hogy lesz folytatása jövőre, és azután is folyamatosan ennek a rendezvénynek. Sok kitartást, és még egyszer köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk. A kedves nézőknek pedig megköszönjük mai figyelmüket is. Jövő szombat este 8 órától reméljük ugyancsak minket választanak. Tartsanak tehát velünk, addig is vigyázzanak egymásra és magukra, a viszontlátásra!